Szemet gyönyörködtető és szívet melengető látvány ez a szépen megrendezett trófea kiállítás, fogalmaztak a vadászok e különleges eseményen. Itt a 101 darab trófea között több arany, bronz és ezüstérmes gímszarvas aggancs volt látható. Ez pedig azt az eredményes vadgazdálkodást dicséri, amelyet az állami tulajdonú Északerdő folytat évek óta, hallottuk a cég vezérigazgatójától. Törekszünk a minőségi vadállomány kezelésére, megteremtésére, ez folyamatos selejtezéssel, a vadlétszám kordában tartásával próbáljuk elintézni, és mint ahogy előzőekben is említettem, nagyon sok kollégám a vadászatot nem egy munkahelyi nyűgnek teremti, hanem elhivatott szerelmes ennek a szakmának. Az Északerdő ZRT a legnagyobb vadgazdálkodó a megyében, természetesen nagyon jó a kapcsolatunk. Meg is dicsérhetem őket, mert ők mindig minden vadászati rendet, minden törvényt betartanak állandóan. Aranyérmes bikáról tudunk beszámolni a hegyalji erdészet területén. Gyönyörű kárpáti jellegű gyöngyszem került terítékre a hegyközi erdészeti igazgatóság területén, ahol most is tartózkodunk és beszélünk pillanatnyilag, illetve a délbükki erdészet is olyan eredményekről tud beszámolni, hogy egy 75%-os érmes arány mellett egy 6 kg feletti átlag súly, amely az ő erdészeti területükön úgymond az idei szezonban produkáltak. Ezt a saját igazgatóságom területén csak megerősíteni tudom, hisz az elmúlt években ilyen szép bikák, amik itt nálunk estek, nem kerültek terítékre. Az 5 bikából 2 ezüstérmes, és abból az egyik az kiemelkedően jó súly, hisz az elmúlt 10 év legnagyobb bikája a hegyközben. Ez egy 874-es ezüstérmes páratlan 10-es bika, egy igazi kárpáti jellegű gímszarvas. Az egyik leglátványosabb aranyérmes aggancsú szarvasbikát Zemplénben ejtették a mikóházi földtulajdonosok vadász területén. Itt a Szicsokban nevezett területen egy hétfő hajnalban is kora reggel ejtettük el ezt a gyönyörű vadat. 14 szarvas esett ebbe az évbe, szarvasbika esett ebbe az évbe a területünkön. Abból több aranyérmes, több bronzérmes van, és van jó pár selejtbika is, és abból 6 darab bikát hoztunk el ide. Egyik közül legnagyobb ez a 10,5 kilós aranyérmes bika, amit Tóth Pista vadásztársunk lőtt meg. Mikuáz és Kovácsvágás között a Szicsok erdő részlet aljába. A trófea kiállításra Sátoraljaújhely testvértelepüléséről, Óbecséről is jöttek vadászok. Ők a Spartacus 2007 és a Bodrog Sátoraljaújhelyi vadásztársaságok meghívására érkeztek a városba. Körülbelül egy hónappal ezelőtt Óbecsén, ami Sátoraljaújhelynek testvérvárosa, vadásznapok voltak, és oda kaptunk egy meghívást tőlük, és én és egy másik vadásztársam, a szomszédos vadásztársaság úr, Rudás Lászlóval képviseltük ugye a Sátoraljaújhelyi vadászokat, és nagyon jól éreztük ott magunkat, és ugye értelemszerűen visszahívtuk őket. Mi bikákat csak képeskönyvben tudunk látni ott az Alföld közepén, és ugye tehát élvezzük a látványt, és nagyon örülünk ugye tehát a társaságnak, hogy sok helyi vadásszal megismerkedtünk, tapasztalatot cserélünk, és ugye majd mi is szívesen látjuk a mi területeinken az itteni vadászokat. Jó hangulatú ebéddel zárult a trófea kiállítás, ahol az állami tulajdonú Északerdő ZRT felújított Senyői kastélyát is megtekinthették a résztvevők. A teljes összkomforttal felszerelt vadászházat és szolgáltatását bárki igénybe veheti turisztikai céllal is.